Az aratás közelettével feltétlenül szükséges, hogy a gépek javítottsága olyan állapotban legyen, hogy biztonságosan neki tudjunk állni az oly fontos nyári betakarításnak. Igazgatóságunknak nyári feladatként 2471 hektár területről kell betakarítani a gabonát és repcét. Ez egy nagyon komoly feladatot jelent. A kombányparkunk e feladatot, a 6 darab saját kombányokkal nem is tudnánk megvalósítani tisztességesen, optimális időben. Ezért bérkombányokat alkalmazunk, 3 darabot. A 3 darab bérkombánnyal valószínűsíthető, hogy mintegy 18-20 munkanap alatt a nyári betakarítást be tudjuk fejezni. Jelenleg a határképe alapján nagyon biztató termés eredmények mutatkoznak, rendkívül ígéretes a buza, a repce. Most már csak azon múlik, hogy az elkövetkezendő közel egy hónap milyen nem várt események lesznek, ami esetleg ezt a gyönyörű szép termést befolyásolja, reménykedünk, és minden valószínűség szerint buzából, repcéből rekorderedményt fogunk tudni betakarítani. Nagyon fontos a gépszemle, nem látványosság szempontjából, hanem megbízhatóság, megnyugtató legyen úgy munkavédelmi, tűzrendészeti, közlekedésrendészeti szempontból a gépek állapota, hogy a lehetőséghez képest minél kevesebb legyen az aratáskori kiesés. Gépállományunk színvonala, elmondhatjuk, sajnos korszerűtlen. Nem kevés a 20 éves gép, amivel még dolgoznunk kell. Ez egyben azt is jelenti, hogy sajnálatos módon igen-igen sok a javítási költség, nagy a munkaerő és alkatrész ráfordítás. De hát ez van, ezzel kell nekünk dolgozni, ezt a gépállományt kell olyan helyzetbe hoznunk, hogy az aratást tisztességesen, biztonságosan meg tudjuk vele oldani. Hát reménykedünk, várhatóan július 10-e körül kezdődik az aratás, csak összehasonlításképpen az elmúlt évben június 26-án kezdtük meg az aratást, hát az egy rendkívül aszályos esztendő volt, óriási melegekkel, és hát korai aratást is eredményezett, ami hát a hozamokban is azért megmutatkozott. Ebben az évben ugye a sok csapadék hatására, viszonylag kedvező időjárás hatására aratás kezdete az későbbre húzódik, mint egy 2 héttel később, mint az elmúlt évben. Azért megjegyezni kívánom, hogy a jó eredmény az nem csak a csapadék függvénye, nagyon fontos termésbefolyásoló tényező, de egyéb agrotechnikai tényezőknek is hozzá kell ahhoz járulni, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Gyommentesség, kártevők elleni védelem, tisztességes agrotechnika. Ez mind olyan dolog, ami összességében határozza meg, hogy milyen eredmény várható. Természetes a csapadék azért nagyon fontos. Kelléke annak, hogy tisztességes termést tudjunk betakarítani. Úgy gondolom, a határképe biztosíték arra, nem csak a nyári betakarítású növényeknél, hanem a kapásoknál is, kukoricán, napraforgóan rendkívül biztató esztendő előtt állunk.